és ugyanez a gyakorlat tulajdonképpen, mint az előző feladatban. Itt annyi történik, hogy az első betörés az majd a sarokból fog történni, és tulajdonképpen azt szeretném itt ebben modellezni, hogy ahogy jön az átadás, jó, gyors passzokat kell adni. És ugye kihasználva az, hogy a luca a gyenge oldalról érkezik, történjen meg egy betörés, itt legyen meg egy segítés, egy passz, abból megint egy betörés, megállítás, passz, és itt álljunk meg. Itt teremtődik egy akkora előny, amiből nagy valószínűség szerint már nem fog tudni visszaérni a Hanna, és van egy betörés, ahol megint csak az előző szituációt fogjuk gyakorolni. Ugye megérkezik a megállítás, ugye kíséret, és a megállítás után mehet megint a passz valamelyik irányba, most megfussunk backdoor talizt, jó? És a kereszt rotációra. Mész vissza. Nem, Hanna, itt vagy. És mész vissza. Jó, és ebből történik tulajdonképpen a kereszt rotáció és a gyakorlat kivitelezése. Jó? Na, az a lényeg, hogy a 45 fokból Patri meg kell lőd ide a labdát, és onnantól kezdve mennek a betörések és az előny kreálása. Jó? A megállítás és a keresztrotáció az előző gyakorlat alapján történik. Jó? Érthető? Van kérdés? Nagyon jó. Na, akkor mehet. Gyere. Bravo. És visszaérsz, gyere, hopp, megállít, gyere, megállít, az a szép és hopp, mész vissza, kizár, úgy, jó, tehát ez így most egész jó volt, így a támadás szempontjából, védők szempontjából, luca, gyorsabb reakció, jó, ahogy megtörténik a megállítás, ahogy eljön a passz, már tudnod kell, hogy vissza kell érjek a saját emberemre, vagy adott esetben, hogyha keresztrotáció van, a csapattársadnak kell segítened, jó? Na mert, gyere! Az, szép, bravo! Ügyek, hopp! Állj, előbb reagálj is! Előbb reagálj! Még egyszer? Állj, az elejéről kezdjük! Tehát ahogy ott van a Hannánál a labda, és jön a sarokba, ugye te nem az emberedet húz vissza, hanem egyből már a passzal tudom, hogy én leszek az erős oldalon a besegítő. Jó? Tehát ezt a pozíciót találd el, és ahogy jön a betörés, besegít, és a visszaérkezés. Jó? Na mert! Lőd meg! És a betörés! Visszaérsz! Gyere! Bravo. Jó. Jó, most itt annyi történt, nyilván életszerű, hogyha nem szükséges, és talán a videónál a sárával kapcsolatban mondtam el, hogy elő szokott fordulni, hogy túlsegít. Tehát, hogyha nincs okom arra, hogy besegítsek, akkor nem kell természetesen besegíteni, ne adjunk ekkor előtt a támadónak. Na mehet, gyerünk. Energikusan beszélj, hangosan, gyerünk. Azaz, hangosan kommunikáció. Hopp, és visszaérsz. Gyerünk. Azaz, hopp, rotál, gyerünk. Ölgyös, kizár. Ott, bravo. Jó volt. Na mehet. Gyerünk, a cserék gyorsabban történjenek meg. Ki a harmadik támadó, vagy akarom mondani védő. Ahó, gyerünk a sarokba. Oda. Lili. Szuper. Na már, gyerünk. Úgy. És lőd meg alap. Gyerünk, betör. És visszajön. Hopp, és visszajön. Gyerünk, rotál kettő közé. Gyere. És kizár. Hopp, az. Bravo. Jó volt. Úgy. Szép, bravo! Visszajön! Gyerünk, Patri! Hopp!
Oké, oké. Egy, kizárás, keményebb. Nem ér az egész semmit, hogyha nem zárunk ki. Hiába a befektetett munka, hiába csináljuk jól meg a védekezést, ha nincs kizárás. Nagyon lényeges. A másik, ami történt. Ugye itt most nem teremtődött akkora elég, hogy szükséges lett volna a besegítés. Vagyis, hogyha gyenge oldalról elindulsz, és látod, hogy kontroll alatt van az a betörés, akkor nem kell túl segíteni, hanem ahogy ezt már látod, már egy picikét léphetsz vissza, és adott esetben ezt a paszt elvinni, vagy visszaérni úgy, hogy ne legyen még nagyobb előnye a támadónak. Jó? Jó, rendben. Ezt az, bocsánat, ezt tovább lehet vinni 4-4-be is, és akkor már alapvetően a klasszikus shell drillről beszélünk, azon belül is szépen ki lehet alakítani ilyen helyzeteket, ilyen szituációkat, és azon belül is lehet gyakorolni kizárást, vagy hogyha a trapézon belül végeztettünk a védőkkel védőlábunkát, és egy bepasszal megint csak close-out helyzeteket tudunk teremteni, és azon is nagyon szépen lehet gyakorolni a védését. Jó, a következő szituációban itt azt kell elképzelni, hogy van itt egy elbow pick and roll, és abból van egy betörés, és ugye az erős oldalról besegítés, visszaérkezés, csak ugye most itt a posztjátékost nem raktuk be, hanem összességében ezt úgy szoktuk csináltatni ezt a gyakorlatot, hogy innen van egy betörés, azt mindenképp megkötjük, hogy így a pálya tengelyét mindenképp érintsük, és a betörés után egy 2-2 helyzetet teremtünk, ami meg már a kipassz után teljes mértékben élő, vagyis azt csinálják a játékosok, amit akarnak, már az első passz után lehet betörni, vagy egy extra passz után alapvonali betörés, rádobás, ez már abszolút a támadókra van bízva. Vagyis csajok, na, most az következik, hogy itt lesz egy támadójátékos, ja, ide pedig két támadót és két védőt kérnék szépen, jó? Ide jöhetünk az elbóhoz és a sarokba. És a kiinduló helyzet ugye ez. Luca, jöhetsz egy picit távolabb, és innen történjen a betörés. Itt kell egy megállítás, és a kipaszból folytatódik a gyakorlat. A sarok embernek a védőjét, pedig szeretném, hogy a két támadó között helyezkedjen el, ne olyan mélyen. Ha, ide, bátran. Hiszen, hogyha megtörténik a betörés, és jön a passz, akkor ide érkezzél meg. Ja? És ahogy szeretném, hogy megérkezzél, ne feltétlen fuss rá a játékos, mert egy kicsit ide a passzsába. Jó, hogy gondolkodjon el, hogy átvett labda után dobja, passz, betörjek. Jó, egy picikét talán azt gondolom, hogy tudunk nyerni egy vagy két másodpercet azzal, hogyha nem feltétlen rá rohanunk, hanem ide a passzsába, és hátra el tudod vinni a labdát, jó? És hogyha adja a labdát a társadnak, akkor pedig vissza kell érni és próbálni megvédeni. Természetesen ez sokkal kedvezőbb ez a gyakorlat a támadóknak, viszont azt gondolom, hogy egy ilyen gyakorlattal tudunk olyan kihívás elé állítani a játékosokat, amelyet korábban a Szilvi is említett, és amiben nem feltétlen érnek el mindig sikerélményt, viszont hogyha itt egyszer-egyszer sikerül megvédeni, akkor az egy komoly fejlődést tudunk elérni ezáltal. Na, akkor mehet! Kettő-kettő. Egy-egy befutás és a többi. Jaj, egy picit aktívabban, bátrabban, jó, szabadabban támadjatok. Mert bármi, nincs labdás, kettő-kettő. Na már. Hopp, vissza. Vagy hogy hopp, kövesd az embert. Jó, jöhet a következő. Védőkből legyenek támadók. Jó, védőkből legyen támadó. Ahop, védőkből legyen támadó. És a két új játékos lépjen be, mint védő. Na már.
Állj, hangosabban. Hangos. Bátran kommunikálj. Az, és vissza. Hogy Zsuzsi mehet, az gyorsabban. És visszaérsz. Jó, ahogy besegítesz, lásd az emberedet, hogy hol van. A támadóknak mindent lehet csinálni. Bátran, szabad. Na meg! Ott dobhatsz is, hogyha nem ér vissza. Hogy. Jó, Patri, egy kicsikét túl mélyen jöttél be, nem volt indokolt, hogy olyan mélyen vegyere, azért maradtál le ott a sarokra. Jó, azt majd jobban válasz meg legközelebb. Na, mert... Azaz. Figyelj arra is, hogy nyilván ott a játékos futhat egy backdoort. Tessék figyelni a mozgását is, meg azt is, hogy az erős oldalon a szomszédos támadó mit csinál. Na mehet, gyerünk, megállít, visszaérsz, az, bravo. Gyerünk, ne kapd, hogy bekapja a alsó poszton, maradsz a talajon, hogy közel, éri. Hogy. Jó, akarva akaratnak ugye alakult ki itt megint csak egy megközelítés, úgyhogy mehet a következő. Gyerünk, megállít, és visszajössz. Az, figyeld, ögyes. Kizárás, az. És visszaérsz, bravo. Jó, ugye azt figyeld, hogy kell-e annyit segíteni. Jó, mert szerintem itt szépen visszaért a luca. Oké, tehát azt mindenképp figyeld, hogy ne csináljunk felesleges segítéseket. Jó, mert szerintem visszaért, és hamarabb visszaérhetél volna a saját emberedre. Na már, gyerünk. Hopp, az, bravo, Lili. Hopp, nézd, hogy ott, ez szép volt, ügyes. Hogy. Na gyerünk. Maradsz a talajon, és szedd össze a labdát. Jó, itt most egész szépen le lett követve a Lili által az, hogy mennyit kell besegíteni, és közben megtörtént a befutás, és azt is szépen kontrollálta. Jó, oké, most nézzük egy sokkal, vagy egy másik irányból történő besegítést és close-out helyzetet. Jó, egy labdás 2-2 szituáció, hogyha 5-5-ről beszélünk, akkor ugye kettő felé megy, és egy van segítő oldalon, vagyis jöjjön, kérnék szépen 6 játékost a pályára. Jó, 6-ot. 1, 2, 3, 4, gyerünk már, 6 játékos. Szuper. Ide kérném a kicsit labdával. Posztjátékosok a büntető sarokról fognak érkezni, zárást adni, ti pedig gyertek át ide. Szuper. Jó. Lili, gyere, hozz feljebb a labdát, és így történjen meg az, mint hogyha hoznád fel a labdát egy tranzíció játékban. Irányváltás, érkezel. 2-2, levállás, követő, úgy szépen 45 fokba, és te ütközöl. Gyere ide, Lili. Jó, az történjen meg, hogy itt megtörténik egy kisegítés. Vissza. Megvan a zárás. Kisegítés, levállás, itt van egy előny. Neked be kell jönni Hanna megütközni, és megpasszolni a követőt. Jó? Tehát ugye most egy másik irányú, illetve más mozgásból történik a close-out, ugye egy ütközés, és visszaérkezés. Jó, tehát azt gondolom, hogy ezzel nap mint nap találkozunk, és ennek a védése is lényeges, hogy megtörténjen a leválónak a megütközése, és abból milyen gyorsan fogunk tudni visszaérkezni. Itt is lényeges volna az, hogy ismerjük a támadót. Ugye, hogy kit fogunk, ugye, hogyha itt egy felérkező játékos jó dobó,
jó shooter, akkor sprint, visszaérkezés és megpróbálni levenni a dobást. A másik, amiben még tudunk gondolkodni, az, hogy megint csak visszacsatolnék oda, hogy hogy fogja törni a kicsi az árást. Ha jól töri az árást, akkor már a posztjátékosnak nem kell annyit segítenie, hamarabb visszaér a leválóra. Tehát mindig úgy visszacsatolnék oda, hogy mennyire fontos az egyéni felelősségvállalás, hogy miként látják el a játékosok a feladatokat, mert itt simán azt lehet mondani, hogy jó, oké, fennakadtam az áráson, ez fantasztikus, akkor ezzel már tudok én burkolózni, a magas játékos hát ki kellett segítenem, és a shooterről, aki meg lemaradt, úgy szintén tudja azt mondani, hát, hogy nekem segítenem kellett. Na most, hogyha ezt az egészet megfordítjuk, és szépen mindenki el fogja látni a feladatát a kellő hatékonysággal, akkor megint csak sokkal kisebb erőt fog tudni kreálni a támadó csapat. Na mert, gyerünk! Állj, nem kellett, nem kell segíteni, mert kontrollálva volt a Luca által. Akkor segíts, Anna, ha szükséges, Lili, készíts jobban elő a 2-2-t, ha kell, verd meg balra, és vidd be az árás vonal alá a védőt. Gyerünk! Gyere vele, és visszaérjes, és ott a Klóza. Hogy, bravo, az. Van? A védő támadott, cseréljük. Hogy, és mehetsz vissza, hogy. Jó, itt most pont megvalósult az, hogy az ütkezés után, ugye visszaérkezésnél egy külső dobás történt, utána legyen meg a kizárás. Na még egyet. És tört az árás, és jöhetsz vissza, hopp, vissza. Bravo. Úgy, maradsz a talajon. Jó, oké, bravo. Jó, úgy látom, hogy az idő közben elszalad. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Bízom benne, hogy egy kicsikét tudtam segíteni, és egy képet adni azzal kapcsolatban, hogy miként képzeljük el a védekezést, illetve az elméleti részben is sikerült pár dolgot átadnom. Úgyhogy további szép napot kívánok nektek, és sok sikert a munkátokban a későbbiekben. Thank you.